Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tegnapi napon az Európai Tanács ülésén nem született olyan döntés, amelynek nyomán az Európai Unió külső határainak megvédése közös Európai Uniós erővel lehetővé vált volna. Holott a legjobb megoldás ez lenne, ez lett volna, hogyha Európa, az Európai Unió valóban meg akarja találni a közös választ a bevándorlási nyomásra, akkor egy közös európai erőt kellene, kellett volna létrehozni annak érdekében, hogy Görögország külső határát meg tudjuk védeni. Azonban tegnap az Európai Tanács ülésén az is világossá vált, hogy továbbra is egy elvárás a tagállamokkal, így Magyarországgal szemben is az, hogy minden uniós jogszabálynak, így a schengeni jogszabályoknak is megfeleljünk. Tehát a schengeni határok megvédése az továbbra is egy elvárás a tagállamokkal, így Magyarországgal és Görögországgal szemben is. Most jól látható, hogy Görögország ennek az elvárásnak nem felel meg, nem tud megfelelni. Magyarország viszont megfelel ennek az elvárásnak. A Magyarország és Horvátország határán, amely a schengeni zóna külső határa, létrejöttek a schengeni szabályok teljes körű betartásának feltételei. Mind a fizikai akadály, tehát a kerítés tekintetében, mind pedig az emberi erőforrás, tehát a megfelelő rendőri erő tekintetében. Ezért a Nemzetbiztonsági Kabinet ma úgy döntött, hogy holnap, vagyis szombaton 0 órától Magyarország teljes körűen érvényesíti a schengeni jogszabályokat Magyarország és Horvátország határán. Ez azt jelenti, hogy a magyar-horvát zöld határt éjféltől lezárjuk. A határátkelő helyek, a határállomások természetesen továbbra is üzemelnek. Ott szigorított ellenőrzést vezetünk be annak érdekében, hogy a törvénysértő módon való átlépéseket meg tudjuk gátolni. A menekültügyi kérelmek beadására 2 tranzitzónában természetesen lehetőség lesz, és természetesen érvényesek a büntető törvénykönyv vonatkozó jogszabályai is. Természetesen tudjuk, hogy ez nem a legjobb, hanem csak a második legjobb megoldás, de a legjobb megoldás nem jött létre a tegnapi napon az Európai Tanács ülésén, tekintettel arra, hogy nincsen megállapodás a görög külső határ védelméről, és bár üdvözöljük, hogy az Európai Unió és Törökország között létrejön egy akcióterv annak érdekében, hogy Törökország továbbra is a szövetségesünk legyen a menekültáradat megindításában, illetve megfékezésében, de nem tudjuk, hogy időben mikor fog megkezdődni ennek az akciótervnek, ennek a megállapodásnak a végrehajtása. Nekünk azonban itt és most is be kell tartani az Európai Unió vonatkozó jogszabályait.